A helyzet nem változott, a lelki állapotom folyamatosan csak úgy érzem, egyre feszültebb és romlik, de hogy mi hozza ki belőlem ezt, az tényleg semmi, senki nem tudja, de tényleg csak én. Biztos skizofrénia ide meg oda. Jaj, Istenem, szegény, jaj, kuci, nem kapja az oltást. Nagyon, nagyon, mi a bajom, mi a bajom? Az a bajom, hogy kutyába se vagyok nézve, kutyába se vagyok véve. Biztos azt a csajt kúrogatja most is föl. Nem akarok hisztizni, nem vagyok hisztis egyáltalán. Ajándékozzák meg egymást, menjek el egy hotelbe, ott is kúrogassák fel egymást, tényleg. Leszarom, mi lesz velem, nem érdekel, mi lesz velem a jövőbe. Nagyon ki vagyok készítve. Már mindent mondok. Annyira utálom. Hogy volt pofája, hogy szemembe nézni bármikor is ennek a gyagyás, nyomorult, elmebeteg fasznak. Nem szólt egy munkat se arról, hogy van csaja. Folyamatosan beleszarik a WC-be azt érezni. Egész házat beteríti a szarszag, folyton. És nem mondja el senkinek se. Ez hogy a faszba viseljem el? Mi örömmemet lelem én ebbe a világba? Hogy a faszba? Nem akarok csúnyán se beszélni, de hát ezt nem lehet bírni idegekkel. Hisztigép vagyok, tudom. Én karácsonyra, se születésnapjára napjára nem akarok adni neki semmit. Volt már születésnapja, fel se köszöntöttem. Sose lesz senki. Soha. Hogy a faszba bírjam ezt ki idegekkel? Egyre rosszabb ez az egész. Egész házat beteríti a szarszag. Tényleg már nem bírom. Költözzön el külföldre, jó messzire tőlem. Hagyjatok inkább meghalni a faszomba. Húzzál ki! Sajnálom, ez a helyzet, ilyen szituációban vagyok. Folyamatosan beleszarik a WC-be azt érezni. És miért? Emiatt a faszopó alak miatt. Faszopó, három éve. Nyavajás, szemét alak. Undorító. És már annyira nem izgat, hogy nem lesz belőlünk semmi, de se hol vagyok én már ettől? Hogy én ettől tartsak? Hol?